Pintér Endre. 54 éves építész, két ma már felnőtt gyermek édesapja, aki már nagyon fiatalon, 24 éves korában elköteleződött és családot alapított. Már 20-as évei elején céltudatos volt, ám nem csak a munkájával kapcsolatban voltak tervei, ő családot, gyermekeket szeretett volna, és mindig azt nézte, hogy épp akkor aznap mit tegyen, hogy a céljai felé haladjon. A későbbiekben sem csak a karrierjére koncentrált, bár szépen haladt a ranglétrán is, számára fontos volt, hogy sok időt töltsön a gyermekeivel. Sokat foglalkozott és játszott velük, de mindeközben a munkába is bevonta őket, hiszen vallja, hogy meg kell tanítani a gyerekeket a munkára, mert az élet nem csak játékból áll. Ő az az ember, akinek elvei vannak és ahhoz ragaszkodik, ezáltal válik példaértékű személyiségé a környezetében, a gyermekei szemében, s e tulajdonsága miatt vált jó vezetővé munkájában is. Gyermekei számára is egyfajta tévedhetetlen iránytűként szolgáltak az egyértelmű elvárások, melyek végső soron könnyen követhető iránymutatóként szolgáltak az élet útvesztőjében. A felnőtt kor küszöbén bármi nehéz is ez egy szülőnek önállósodásra nevelte a gyermekeit azáltal, hogy mindketten egy-egy évet töltöttek külföldön tanulással. És mi lehet számára az igazi visszaigazolás, hogy jó apa volt, jó példát adott át? Valójában nem a díj, hanem az, hogy mára már mindkét felnőtt gyermeke a mintáját követve fiatalon, a 20-as éveik elején saját családot alapított. Ha megkérdezték, hogy mi a hobbim, mindig azt mondtam, hogy a gyerekeim a hobbim. Arra támaszkodtam, hogy mint keresztény ember, mik azok az atyasági, férfiassági területek, amit az ember meg tud úgy valósítani, hogy ahogy én Istennek a gyermeke vagyok, ezt átültetni a gyermekeimnek a nevelésébe, hogy az az apasság, az az atyasága, hogy én is úgy viszonyuljak a gyerekeimhez. Csinálod azt, amikor 25 éves lesz a gyereked, akkor majd megtudod, hogy jól sikerült-e, vagy sem. Én úgy érzem, hogy jól sikerült, mind a két gyermekemről elmondhatom, hogy jobbak nálam. Én úgy hívom az állapotomat, hogy én elégségben élek. Jött egy ilyen fordulat az életemben, amit megtérésnek lehetne nevezni, ami az ember elé egy tükröt tart, megvizsgálja magát, mik azok a dolgok, amiken javítani kell, akár a jelenjében, akár a múltjával kapcsolatban, azért, hogy a jövő jobb legyen. Az a környezetünkre, a családunkra, a nemzetünkre, országunkra is kihat. Váljunk jobbá, és akkor jobbá válik a környezetünk is.